Köszöntöm nézőinket! Mai vendégünk dr. Klein Sándor professzor, pszichológus, a pszichológia tudományok doktora, matematikai pedagógus. Nagy szeretettel köszöntöm, találkozásunk pedig abból az alkalomból jött létre, hogy pontos ez a matematikai pedagógia, matematikai pszichológia, hogy ez nagyon érdekes módon van benne az ön egész munkásságában, életében, és ehhez kapcsolódik az a nagyon érdekes társasjáték, ami most már egy ideje az általános iskolákban jelen van. Kétfajta játékról van egyelőre szó, aztán később lesznek további fejlődések. Ez egy nagyon érdekes, kreativitást fejlesztő, sikeres játéknak mondható. Mindannyian úgy vagyunk, amikor kisgyerekkorunkban találkozunk a matematikával, illetve nem merem mondani mindannyian, mert vannak a nagyon szerencsés kivételek, akiknek egyszerűen így születnek, hogy megy a matek, aztán vannak, akinek abszolút nem megy, és akkor van az a réteg, amelyik nagyon nagy szorgalommal, becsületesen egy jó közepest elér. Viszont játékos módszerekkel, játékos módon könnyűvé és szerethetővé lehet tenni a matematikát. Mi ez a társasjáték? Hogy jutott el idáig? Hadd kezdjem azzal, hogy valamikor nagyon-nagyon régen, 1966-ban én matematika-pszichológia szakon végeztem. Tehát innen van ez a kettős érdeklődésem a matematika tanítása és a pszichológia iránt. Abban a nagy szerencsében volt részem, hogy az egyik tanárom Varga Tamás volt az egyetemen, aki a hazai játékos, tapasztalati matematika tanulásnak a legnagyobb alakja, és ő bemutatott Dienes Zoltánnak, aki meg világszerte ennek a fajta nagyon érdekes, játékos matematika tanulásnak. Talán a legismertebb, legnagyobb alakja, és nála az ő pszichomatematikai intézetében, Kanadában dolgozhattam vele együtt majdnem 2 évig. Ez a 72-ben volt ezekhez, most már 52 éve. Így van, 72-73-ban dolgoztam ott, és ezek a 70-es évek voltak egyébként ennek a fajta matematika tanulásnak talán, ez volt talán a csúcspontja. Manapság szinte újra fel kell fedezni ezt a fajta módszert. Tehát a játék, amiről most beszélgetünk, ezek Dienes Zoltánnak az agyából pattantak ki, nagyon-nagyon sok játékot készített. Volt neki egy ilyen mondása, hogy adjatok nekem egy matematikai struktúrát, és én csinálok belőle játékot, és valóban ez történt. És hát most próbáljuk őket újjáalkotni, ezeket a játékokat, megtartva az eredeti gondolatot, ötletet, és egy kicsit olyan formát adva neki, hogy ez a mai gyerekeknek is érdekes legyen. Ez a két játék ugye az erdők játéka, és kiút a várba. Igen, egyelőre kettő, de úgy tudom, hogy több is lesz, több sorozat. Igen, már a napokban szinte készen van a következő kettő, és már előkészületben van az azt követő kettő is, úgyhogy valóban egy matematikai laboratóriumot szeretnénk kialakítani, és hát az a célunk, az az elképzelésünk, hogy ez jusson el szinte minden magyar gyerekhez, mert valóban úgy van, hogy a gyerekek egy része mindenképpen szereti a matematikát, de a döntő többségük nem. És hát az lenne az igazi, hogyha mindenki érdeklődéssel tanulná ezt a tárgyat, mert matematikára tulajdonképpen majdnem minden tudományban szükség van, és az életben is szükség van arra a fajta matematikai gondolkodásra, vagy struktúrákban való gondolkodásra, az összefüggések felismerésére, ami nélkül hát ebben a modern világban egyre nehezebb élni. Milyenek a játéknak a lényege, mondjuk az erdők játékának? Mi a lényege, ha így szóban, majd aztán képekben is megmutatjuk később? Minden DNS játéknak az a lényege, hogy kézbefogható dolgokkal manipulálnak a gyerekek tulajdonképpen. Tehát a matematika ez egy nagyon absztrakt dolog, nagyon elvont dolog. De ehhez ezekhez az elvont fogalmakhoz legjobban tapasztalati úton lehet eljutni. Tehát maga az absztrahálás, az elvonatkoztatás, az, amit meg lehet tanulni ezekkel a játékokban. A Kiút a várba című játékban ez tulajdonképpen a logikai műveleteket lehet megtanulni. Tehát egy útrészletekből kell felépíteni egy utat.
de olyan utat, ahol bizonyos vándorok bizonyos helyre jutnak. Egyik részük a várba, másik részük az erdőben. Tehát föl van építve egy történet, de mögötte megjelenik egy struktúra, nagyon fontos, de nagyon elemi matematikai, logikai műveletek, az és, tehát mik azok a tárgyak, amelyek pirosak és nagyok, mondjuk. A vagy, mik azok a tárgyak, amelyek vagy pirosak, vagy nagyok. Az akkor és csak akkor. Tehát ilyen egyszerűnek tűnő, de tulajdonképpen különösen kombinációkban nagyon bonyolult, nagyon nehéz feladatok is megfogalmazhatók ebben a struktúrában. Az erdők játékában háromszög alapú hasábok vannak, azokból kell összeállítani, kis erdő részletekből kell összeállítani erdőket. Megint csak a gyerekek is megállapíthatnak bizonyos szabályokat, hogy mikor nevezek egy erdőt jó erdőnek, vagy mikor nevezek a kiutavábában egy utat jó útnak. És amikor megállapodunk egy szabályban, akkor azt igyekszünk, akkor azt be kell tartani. Hát ilyen fontos, ezek nagyon fontos dolgok, amiket érdemes gyakorolni és megtanulni. Itt a matek mellett még talán a környezetismeret, a természetismeret is belép, ugye, amilyen struktúrában érzik a játékot. Különböző fákból állnak ezek az erdők, és így akkor valahogy meg lehet ismerni a különböző típusú fákat, ezeknek a kombinációiból jönnek létre az erdők. Ez tulajdonképpen, ez a környezetismeret, ez azért a felszíne ennek a konkrét játéknak. A mélyén van ez a matematikai struktúra. Tehát a gyerek nem is tudja, hogy matematikát tanul. Bizonyos értelemben nem is matematikát tanul, csak a matematika alapjait kap egy kis betekintést, amit azután később tud ilyen elvonatkoztatottabb, de modern matematikai ismeretekhez lehet így módon eljutni. Akkor ebből következtethetünk arra, hogy ezt kis iskolásoknak szánták, ilyen egészen kicsi első-másodikosoknak, alsó tagozat, milyen korosztály? Ezt el lehet kezdeni alsó tagozatban, tehát akár 6-7-8 éves korban, de az igazán nehéz feladatok ugyanezzel a játékkal bizony az egyetemen is problémát okozhatnak az egyetemistáknak. Tehát még a matematika szakosoknak is. Ez az egyik zseniális ötlet, ami a DNS játékokat jellemzi, hogy nagyon kiskorban el lehet velük kezdeni játszani, és nagyon sokáig lehet bennük találni olyan feladatokat, amelyek megmozgatják az agyat. Néhány iskolában már használják ezt a játékot, amikor kiadták, akkor nem tudom, volt egy számmennyiség, hogy hányat tudnak ugye adományozni ingyen ajándékozni. Sajnos most már úgy tudom, hogy esetleg ezért már fizetni is kell, de inkább térjünk vissza arra, hogy akik már használják, azok milyen tapasztalatról számoltak be? Biztos, hogy vannak visszajelzések. Ilyen nagyon-nagyon fontos, hogy a tanár, aki bevezeti ezeket a játékokat, ő értse, hogy mi van ezek mögött, a játékok mögött, és hogy ő szeressen ezekkel játszani. És ha ez a két feltétel megvan, tehát ha a tanár, vagy az a felnőtt, a szülő akár, aki a gyerek kezébe adja ezt a játékot, ő tudja, érti, hogy miről van itt szó, és szereti ezt a tevékenységet, ezt a gondolkodva játszom jellegű tevékenységet, akkor a gyerekekkel nincs probléma. A gyerek, ha elkezd vele játszani, akkor a legtöbb gyerek ráharap erre, és alig tudja abba hagyni. Egészen addig csinálja, amíg hagyják. Annak idején említett, ugye, hogy matematika-pedagógia szakra járt. Matematika-pszichológia szakra járt, és nem tudom, esetleg tanított is matematikát konkrétan? Hát tanítottam matematikát, de nem olyan nagyon sokáig. Amikor végeztem az egyetemen, akkor először elkezdtem középiskolában matematikát tanítani, de mindjárt mindenféle újítást vezettem be, és körülbelül egy fél évig tartott, amíg a gimnázium igazgatója rájött, hogy mit csinálunk, hogy a hasonlóságot úgy tanuljuk, hogy kimegyünk sétálni, és keresünk két hasonló templomtornyot. Úgyhogy előbb-utóbb eltanácsoltak, hogy ilyen engedély nélküli kísérleteket végzek. Más tanítok, mint ami elő volt írva.
úgyhogy nem tudom, hogy ez ma pontosan hogy megy, de annak idején ez nagyon tilos volt. Egy kreatív elmét el akarták nyomni. Én úgy gondoltam, hogy a tanítás lényege az, hogy persze van valami, amit szeretnék átadni a gyerekeknek, de tudni kell, hogy mi az, amire a gyerekek fogékonyak. Tehát ha valamire nem érettek, vagy nem érdekli őket, és nem tudom közel vinni hozzájuk, akkor hát hiába töltjük az időnket. Én nagyon fontosnak tartom az attitűdöt, a hozzáállást. Tehát ha a tanár szereti, amit csinál, és ért is hozzá, akkor abból hasznos dolgok jönnek ki. A gyerek, a tanuló is megszereti ezt a tevékenységet, és ha szereti, akkor csinálni fogja, és ha csinálni fogja, akkor sikerélménye lesz ezzel kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy a munka lélektannal is foglalkozik. Igen. Ez hogyan párosul az ön életébe? Annyi minden területe ága van a pszichológiának, miért pont ez? Hát sok minden a véletlenen múlik. Tehát, ahogy említettem, talán én 1966-ban végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, és véletlenül akkor alakult a Budapesti Műszaki Egyetemen egy pedagógia tanszék, ahol létrejött egy munkapszichológiai laboratórium, és engem oda hívtak gyakornoknak, azután tanársegédnek, és hát 16 évig ott maradtam a Budapesti Műszaki Egyetemen, és hát mint hogy mérnököket, mérnök tanárokat tanítottunk, hát munkalélektanra volt szükség, megtanultam a munkalélektant, szép nagy vastag könyveket írtam munkalélektanról, vezetéslélektanról, szervezet pszichológiáról. Nagyon szerettem csinálni, de közben nem felejtettem el azt az érdeklődésemet a matematika tanulása, a matematika tanítás iránt. Ugye a Pécsi Tudományegyetem berkein belül történt ennek a játéknak a kiadatása. Ez mekkora presztízst jelenthet az egyetem számára? Én úgy gondolom, hogy ez egy igazi ilyen, ahogy azt mondani szokták, win-win helyzet. Mindenki nyer vele, aki bekapcsolódik ebbe a mozgalomba. Nyertünk vele az innovációs díjat is, ami az egyetemnek is dicsőség, és persze nekünk is dicsőség. És hát én nekem ez nagy-nagy öröm, hogy itt a Pécsi Egyetemen, ahol hát 1988 óta tanítok, most már ilyen professzor emeritusi státuszban ritkábban, de hát azért mégis több évtizeden keresztül itt tanítottam a hallgatókat, és mindig szívesen jövök vissza dolgozni, tanítani. Milyen tárgyat tanít? Hát pszichológiát, vagy pszichológiához kapcsolódó tárgyakat, de most, amikor befejezzük ezt a beszélgetést, akkor például külföldi hallgatóknak fogom tanítani a matematika tanítás pszichológiáját. Úgyhogy ott mindjárt folytatni fogjuk a DNS játékokkal való foglalkozást. Pont ezt akartam kérdezni, hogy megismerteti-e őket ezzel a játékkal. Akármi külföldön is lehet ennek sikere? Hát ugye a 70-es években nagy sikere volt ennek külföldön, és azután egy kicsit csökkent a népszerűsége. Volt egy ilyen visszahatás erre a modern matematika tanítási módszerekre, hogy vissza az alapokhoz, újra tanítsuk csak a számolást a bonyolultabbnak tűnő matematikai feladatok helyett. De szerintem újra kezdődik az érdeklődés ez iránt a világ különböző részein. Olyan különböző részein, mint például Új-Guinea vagy Amerika, az USA-ban is van érdeklődés iránta. A matematikai képesség ez örökölhető esetleg? Hát igen, van ennek egy örökletes része is, de neveléssel szinte minden elérhető. Erre valóban a legjobb bizonyíték a Magyarország szolgáltatta a polgárlányokkal, akkor azt mondta a polgárapuka, ugye, hogy én a gyerekeimből, a lányaimból férfi sakvilágbajnokot fogok nevelni, és lényegében el is érte ezt. Tehát épp agyberendezéssel rendelkező emberekből, megfelelő neveléssel szinte bármit el lehet érni. Úgy tudom, az egyik fia, Klein Dávid, ő hegymászó. Így van, magas hegymászó. És ő hogy áll a matekkal?
Hát olyan sokat nem foglalkozik vele, de nem is volt igazán problémája vele. Tehát annyi sok érdeklődése van neki minden irányt, a könyvkiadástól kezdve a Carl Rogers nevéhez fűződő személyközpontú megközelítéses találkozókig, amit ugyancsak minden évben itt a Pécsi Egyetemen szoktunk szervezni, augusztusban ilyen 100 vagy akár 150 résztvevővel egy egyhetes rendezvény, ennek is ő a főszervezője. Tehát nagyon sok minden iránt érdeklődik, olyan nagyon komolyan a matematika iránt nem. Picit térünk vissza a társasjátékra, ugye volt róla szó, hogy több kiadás lesz még ebből, tehát több fejezet, azt hiszem összesen öt, vagy lehet, hogy nem tudom pontosan. Lehet a tartalmi részét tudni esetleg, hogy mi lesz a fő csapásvonal a másikaknál, a következő játékoknál? Tehát mindegyikben azonos lesz az, hogy tapasztalati úton, manipulációval, tehát a kezünkkel dolgozva és az agyunkkal közben gondolkozva kell megoldani feladatokat, miközben lehet egyedül is játszani ezeket a játékokat, meg társas játékként is lehet használni ezeket a játékokat, és különböző matematikai struktúrákat fogunk megtestesíteni bennük. Ugye mondtam, a kiút a várba az egy ilyen, ez a logikai műveleteket testesíti meg, de olyan bonyolultabb dolgokat, mint a halmazelméletből vett különböző fogalmakat, vagy a matematikai csoportoknak a fogalmát. Tehát nagyon sokféle matematikai struktúra lesz ezek mögött, a játékok mögött. Szabad idejében társasjátékozik, vagy valami logikai tevékenységgel foglalkozik? Az egész mással, más pihenteti? Én is sok mindennel foglalkozom. Ezt nem lehet abba hagyni. Tehát ezt csak úgy lehet újra és újra létrehozni, ha én magam is játszom velük, és megnézem, odaadom gyerekeknek is, hogy játszanak velük ők is, és megfigyelem, hogy mi az, aminek van sikere, mi az, aminek nincs sikere. Tehát ez egyszerre szenvedély is, meg hát nehezem, mert munka olyan értelemben, hogy ennek a végén létre kell jönnie egy produktumnak, egy eladható, sokszorosítható terméknek kell belőle kijönnie, de szeretni kell ezt. Ha valaki nem szereti csinálni, akkor abból nem jön ki semmi jó. Én köszönöm szépen, hogy közelebb hoztam mindannyiunkhoz ezt a matekos társasjátékot, és remélem, hogy nagyon sokan okulnak és okulunk belőle. Én is ki fogom próbálni, és további sok-sok kísérletezést kívánok. Köszönöm. Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, Önök dr. Klein Sándor pszichológus professzorral találkoztattak itt az elmúlt közel fél órában. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!